2020. november 6-át írunk. Péntek van, 6 óra. 4 nappal vagyunk az Ausztriát megrázó terrorcselekmény után. A belvárosi sétáló utca nem nevezhető üresnek, kihaltnak. A szokásosnál kisebb forgalom köszönhető annak is, hogy az éttermek, szórakozóhelyek zárva vannak, és tombol a vírus. Az utca népe, összetétele semmit nem változott. Ugyanúgy hallani francia, angol, arab, indiai és persze német szavakat. A Svédenplac irányába sétálok, és megérkezek egy sarokra, ahol hétfőn este ebből a szórakozóhelyből még vidám kacagás hallatszott ki. Egy 20 éves fiatalember, akinek szüleit az osztrák állam Jugoszláviából menekülve szeretettel fogadta be, a fiatalembernek pedig lakást és tisztes megélhetést biztosított, hétfőn este 8 órakor berohant ebbe az étterembe, és eszetlenül lövöldözni kezdett egy kalasnyikovval. A Duna csatorna irányába futva talán 50 méter tehetett meg, ahol újra lövöldözni kezdett. Ezt követően berohant ebbe a kis utcába, ahol egy zsidó hitközösség irodája előtt egy posztoló rendőr előtt. Ezek a zöld karikák a rendőrségi helyszínen és alkalmával megtalált golyóhüvelyeket jelölik. A kis utcából kiérve balra kanyarodott, és 30 méter után újra lövöldözni kezdett. Miután látta, hogy abba az irányba továbbá nem menekülhet, mert a rendőrök abban az irányban bekerítették, visszafele kezdett el futni, majd 50 méter megtétele után újra lövöldözni kezdett egy étterem bejáratánál. Az itt épp a teraszon felszolgáló hölgy alkalmazott életét veszítette. Thank you.
Itt talán egy percet időzött, mielőtt tovább menekült. Mögötte az őt üldöző rendőrökkel. Ez a csodálatos és öreg épület Bécs legrégibb temploma. Az étterem a templomtól talán 20 méterre van. Az étteremtől a templom irányában az épületek mellett található lépcsősoron lerohant, és az öreg templom alatt található kis térre futott be. Ekkor már minden irányból a rendőrség különleges egységei vették körül, nem volt menekvés. A helyszíneléskor a rendőrség sokféle jelet használt, de a kereszt nem a mi értelmezésünkben vett célból került felfestésre. Egy szemtanú, aki a környéken lakott, ablakát kinyitva lekiabált a terroristára: "Húzz el, te seggfej!" A terrorista a bécsi köztudatban nevét elfeledve csak seggfejként fog szerepelni. Nem lett hős, nem lett valaki, sokkal inkább egy senki, egy seggfej. Nevét még én sem tudom, és a megemlékezés fáklyái, gyertyái körül álló emberek sem tudták. Beszélgettünk róla, de senki nem tudta. Mindenki csak azt tudta, hogy ő volt a seggfej. Bécs erős, mert összetart, és összetart, mert erős akar lenni. Éljük tovább a mindennapjainkat, bár a történteket soha nem fogjuk elfelejteni. A terrorizmus áldozataira mindig emlékezni fogunk. De ugyanúgy kimegyünk este az utcára sétálni, vagy kocogni, mert tovább kell élnünk, és tovább akarunk élni. Egy seggfej tud soha el nem múló fájdalmat okozni, de megfélemlíteni nem tud bennünk. Összetartunk, és erősek maradunk.